Szeretettel köszöntök mindenkit. Talán egy kicsit furcsa ez a modern téma, ugye, hogy a Da Vinci kód a történelmi lények tükrében, hiszen ez a film legalábbis itt Magyarországon 2006-ban került a mozikba. Ugye a regény valamivel korábban keletkezett, 44 nyelvre fordítottak vele, hogy azóta már több nyelve is, és hát világszerte nagyon-nagyon nagy érdeklődést keltett föl. És amiért most eszembe jutott ez a téma, az, hogy épp azt hiszem a múlt vasárnapon egy kereskedelmi televízió is leadta ezt a filmet, és hát a hittanosaink körében is ez újból fölkavarta az érdeklődést, és hát természetesen megint csak az a gyanú, hogy úgy látszik, hogy mégis az egyház valamit elhallgatott, valami módon be akar minket csapni. Hát ugye ez a modern fölfogás, hogy döntögessük csak a tabukat, és ismerjük föl a valódi ugye történelmet. Ez az, ami fölcsigázza az embereket. Hát ugye a helyes eljárás pedig mindig az, hogy egy kicsit mélyebben utána nézni a dolgoknak, utána járni a egyes állítások igazságának és az egésznek, az egész esemény hátterének. Ugye ez a Dan Brown, aki a regénynek a szerzője, úgy is nyilatkozott, hogy ő csupán egy izgalmas krimit szeretett volna írni, de ugyanakkor egy helyen azt is kijelenti, hogy a műtárgyakról, az épületekről, a dokumentumokról, a titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak. Tehát mégiscsak úgy tűnik, hogy úgy állítja be, hogy ez nem fikció, hanem ténylegesen megfelel a valóságnak az ő állítása. Hát nézzük röviden, aki ugye nem ismeri, hogy mi a regénynek is, a filmnek is a története. Egy tipikus akciódus thriller, tele összeesküvés elméletekkel és misztikus történetekkel. Egy gyilkossággal kezdődik az esemény. A párizsi Louvre-ban megtalálják Jacques Saunier professzor holttestét, aki ugye halál előtt titkos tódokat festett egy fekete fényű tollal önmagára, a padlóra, illetve a tárlóra. És hát ezeknek a titkos üzeneteknek a megfejtésére kérik meg Robert Langdon professzor, a vallásos szimbológia professzorát, de valójában azzal szándékkal teszik, hogy bebizonyítsák, hogy ő a tényleges gyilkos, tehát ő az első számú gyanúsított. Langdon professzornak segít a bűncselekmény felderítésében egy bizonyos Sophie nőv, akinek a neve is sokat mondó, majd később meglátjuk, hogy miért, és aki elárulja a professzornak, hogy ő valójában az áldozat unokája, és végül is hát kicsit ugye bonyodalmasabb történet, egyszerűsítünk. Tehát Langdon elviszi a Zürichi Ledényi Bankba, ahol újabb kódfejtések után hozzájutnak egy rózsafa ládikához, amit Saunier professzor hagyott hátra, és amely egy titkos rend titkait rejti, a Sion rendnek a titkait. Valójában a ládikában egy úgynevezett kriptex található, egy hengerszerű dobozka, amiben rejtett üzenet található. Azonban, hogy a dobozka megnyíljon, meg kell fejteni a kódot, tehát valamiképpen ki kell találni a jelszót, amennyiben ez a jelszó téves, illetve amennyiben erőszakkal próbálják kinyitni a dobozkát, a dobozon belüli kémcső eltörik, és az abban levő sav megsemmisíti az üzenetet. Tehát nem szabad tévedni. Hát ez a kriptex egyébként Leonardo da Vinci találmánya volt. Na most ezek után
ezzel a Pintex-szel végül is elmenekülnek egy bizonyos TV professzorhoz, mert közben a rendőrség is küldözi őket, mint szökevényeket, ezért menekülnek folyamatosan. És ez a TV professzor a Szent Grálnak a szenvedélyes kutatója. A Grálról általában azt tudják az emberek, hogy ez nem más, mint az a kehely, amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán használt. Azonban a Divin professzor fölvilágosítja Langdonékat, hogy a Grál nem egy kehely, hanem tulajdonképpen egy személy, mégpedig nem más, mint Mária Magdolna, aki tartalmazza Jézus vérét, mégpedig az ő gyermekét, és pedig a saját méhében. Azaz Mária Magdolna nem volt más, mint Jézus felesége, született egy utóduk is, egy Sára nevű leányzó, aki később beházasodott, beolvadt a Merovén király családba, és ebből kifolyólag a következtetés az, hogy ma is élnek Jézus test szerinti utódai. No, tehát itt van a dolognak a súlypontja, ugye? Tehát az egyház valójában becsapta az emberiséget ennyi éven keresztül, meghamisította az evangéliumokat, és hogy milyen hátsó szándékkal tette ezt, az majd kiderül nem sokára. Lényeg az, hogy végül is megint csak menekülniük kell, Londonba menekülnek, ott kiderül, hogy ez a TB és a komornyikja is összejátszanak, ráadásul üldözi őket még a gonosz Opus Dei-nak, a katolikus egyház szervezetének az egyik ugye terrorista ügynöke, a Silas nevű Opus Dei tag, ami érdekes, hogy annyira nem jártak utána, hogy mi is ez az Opus Dei, hogy ferences csuhát adtak a szegény terroristára, és ráadásul hát folyamatosan ilyen obskúrus, sötét alaknak állítják be, aki végig ostorozza magát, és közben ilyen sejtelmes, rosszul hangzó latinákat mond félhomályba, tehát egy abszolút sötét alak, aki csak gyilkol, és hát ugye a katolikus egyháznak a gonosz tervét próbál ugye megvalósítani. Tehát ő is összejátszik Tibinggel és a komornyikjával, hogy elrejtsék az igazságot Jézus valódi vérvonaláról. Tehát Tibing szenvedélyesen szeretné megfejteni a Cryptexnek a kódját, végül nem sikerül, mert Langdon és Sophie korábban már megfejtették a kódot, kinyitották a titkos üzenetet, rájöttek, hogy a megoldás Newton sírelmékéhez vezeti őket, és hát lényeg az, hogy a végén találkoznak a Merovin családnak az igazi leszármazottaival, Sophie-nak a halottnak hitt testvérével, nagyanyjával, és a legvégén megtalálják a Grált, vagyis Mária Magdolna holttestét, sírját, mégpedig a Louvre alatti kis piramisban. És hát szóval eléggé bonyolult a története. A lényeg az, hogy mögötte föltételezi ez a Dan Brown, hogy tehát az a hivatalos történet Jézusról és a kereszténység kezdeteiről, ez egy áltörténet, egy meghamisított történet, amit ugye pontosan meghatározott céllal hamisított az egyház. Azt mondja erről Dan Brown, a történelmet kezdete óta a győztesek írják. Ennek a megörökítési módszernek a nyilvánvaló részrehajlása ellenére még ma is úgy mérjük az adott elképzelés történelmi hitelességét, hogy megvizsgáljuk, milyen mértékben felelnek létező történelmi feljegyzéseinknek. Ma már számos történész hiszi, hogy az adott elképzelés történelmi hitelességének felmérése során legelőször egy sokkal mélyebb kérdést kellene feltennünk magunknak, mennyire hiteles történelmileg a történelem. Hát ugye szóval kétségbe vonja ezeket a tárgyi írásos bizonyítékokat, de ő maga nem utal direkt arra, hogy ő viszont milyen forrásokra támaszkodik, milyen bizonyítékokból meríti az elméleteit.
A vizsgálat alapján azonban rájövünk, hogy három olyan könyvre építi az elméleteket, és onnan veszi az ötleteit, amelyeket a 2000-es években írtak. Egyik egy Badger Clay Lincoln szerző hármasnak a könyve, az Abbé Titka, Szentvér Szentrál című mű, a másik egy Pignet nevű szerző, a Templomosok Titka című műve, a harmadik pedig Margaret Starbird, az Asszony Alabástrom edénnyel című regénye. Tehát semmi igazi történelmi ókori forrás, hanem minden modernkori kaland regények, összeesküvés elméletek. A lényeg az, hogy ugye mindaz hazugság, amit Krisztusról tanítottak nekünk, és ennek az alátámasztója például az ókori gnosztikus evangéliumoknak a sokasága. Na most mik ezek a gnosztikus evangéliumok? Először mi az a gnoszticizmus egyáltalán? Egy ókori szellemi irányzat az egyház első három századában különösen is nagy problémát okozott. Ugye a gnoszticizmus azt állítja, hogy ugye a gnózis annyit jelent, mint tudás. Egy titkos tudás, amit a beavatottak szereznek meg, és ezzel a titkos tudással tulajdonképpen saját erőből eljutnak a megvilágosodásra az üdvösségre, és a titkos tudás lényege az, hogy a világnak két őselve van, a jó és a rossz, ugye a rossz principium, a rossz Isten úgymond az a ószövetségnek az Istennek, aki az anyagnak az alkotója, tehát mindaz, ami anyaggal kapcsolatos, az mind ördögi, mind kározatra való, mind szennyes és bűnös, és ugye hát a szellemi Isten, a jó Istene, az új szövetség Istene, az pedig a szellemi valóságoknak az atya, és hát a gonosznak, a bűnnek a lényege az, hogy a szellem, ugye a test, az anyag rabságában sínlődik, és abból ki kell ugye szabadulnia a titkos ismeret által. Na most ez a gnózis többféle iratot is szült, az úgynevezett gnosztikus evangéliumokat, amelyeknek a száma 15-16-ra vehető, Dan Brown azonban azt mondja, hogy több mint 80 ilyen evangélium létezik. Hát nem tudjuk, hogy honnan szedte ezeket. Lényeg az, hogy ennyi nincs, és ráadásul, hogy ezeket a 1947-ben felfedezett holtengeri tekercsek, illetve a körülbelül ugyanebben az időben föltárt Nag Hammadi tekercsek között találták. Na most ugye azt azonban tudni kell, hogy a holtengeri tekercsek, azok nem tartalmaznak olyan iratot, amiben Jézus neve egyáltalán előfordulna. Tehát ráadásul Dendrán azt mondja, hogy a katolikus egyház ugye gonoszul megkaparintotta ezeket a tengercseket, és nem engedi a nyilvánosságra hozatalukat, holott a valóság az, hogy ezeket a tengercseket a jordánia és izraeli hatóságok ugye birtokolják, gyakorlatilag az egészen nyilvánosságra hozták, és ezek leginkább profétai iratok, tehát ószövetségi könyvek, magyarázatokkal ellátva. Az új szövetségből mindössze egy sorban már evangéliumából, illetve az első Timóteus levélnek a szövege, de egyikben sem szerepel, sem Jézus neve, sem pedig Jézus állítólagos ugye házassága Mária Magdolnával. És hát ez a egész ugye közösség, ami ezek megőrizte őket, a Qumrán közösség, az úgynevezett esszínusok közössége volt, akik a zsidóság egyik aszketikus iránya voltak, majd később még foglalkozunk velük is. Tehát azt mondja a holtengeri tekercsek egyik kutatója Milán, aki azt állítja, hogy a holtengeri tekercsek keresztény szöveget, annak fogalma sincs arról, amit beszél. A Nag Hammadi iratok, ez Egyiptomban van ez a Nag Hammadi, ezek is főleg gnosztikus iratok, amelyek ráadásul nem is tekercsek, ahogy Dan Brown állítja, hanem kódexek, tehát kódexbe fűzött lapok, és itt sem található semmifajta titkos evangélium. A tényleges gnosztikus evangéliumok azonban körülbelül 150 évvel
idősebbek, mint a kánon evangéliumok, az általunk is ismert új szövetségbe bekerült evangéliumok. Ugye ezek körülbelül az első évszázadban jöttek létre, a második évszázadban elterjedtek. Na most azt állítja Dan Brown, hogy valójában a ma kezünkben tartott evangéliumok, azok Nagy Konstantin császárnak a hamisítványai. Tehát azt mondja, hogy ugye Cezáreai Eusebius egyház történész az egyik helyen megjegyzi, hogy Nagy Konstantin 50 új szövetséget másoltatott és ajándékozott az egyháznak, és ebből arra következett a szerző Dan Brown, hogy ugye ezek a hamisított és ugye Konstantin által retusált evangéliumok voltak már. Holott a valóság az, hogy azért másoltatta ezeket Nagy Konstantin, ugye, mert a keresztény üldözések alatt tehát be kellett szolgáltatni, és elkobozták, elpusztították az új szövetségi iratokat, és így próbálta valahogy jóvá tenni a római hatóságok bűnét, kárgyotolni ugye az egyházat. Na de, a lényeg az, hogy nem igaz az, amit a Dan Brown állít, hogy a legrégebbi újszövetségi másolataink Nagy Konstantin utánia, tehát 4. század utánia, mert vannak régebbi evangélium töredékeink is, például a Chester Beauty töredék, ami részeket tartalmaz mindannyian 4 evangéliumból, és van az úgynevezett Bodmer papirus, amin rajta van majdnem a teljes János evangélium, illetve egy másik Bodmer papiruson részletek Lukács és János evangéliumából, és ezek Krisztus után 150-200 közé datálódnak. A szövegük pedig teljesen megegyezik a ma is olvasható, mindnyájunk által ismert 4 evangéliummal. Tehát bizonyítékunk van arra, hogy a mai evangélium, amit ma olvasunk és ismerünk, teljesen azonos az eredeti, ugye, Konstantin előtti evangéliumban, és semmiképpen nem állíthatjuk, hogy Nagy Konstantin hamisított. Miért hamisított volna? Debrán szerint mi volt a motivuma? Az, hogy Nagy Konstantin Istent akart csinálni Jézus Krisztusból. Azt állítja, hogy valójában addig a keresztények egy egyszerű prófétaként tisztelték Jézus Krisztus. Semmi istenük nem véltek róla tudni, és hogy természetszerűen vették azt, hogy ő megházasodott Mária Magdolnával, hogy voltak gyermekeik, hanem ugye Nagy Konstantin politikai okokból, hogy egységesítse a birodalmat, hogy ugye a keresztény vallásban egyesítse a különböző ideológiákat, világnézeteket, ezért találta ki Krisztus istenségének a tanát, és a Nicea zsinaton 325-ben rá erőltette a kereszténységre ezt a tanítást. Hát ugye ezzel szemben a Nicea-i zsinatról, az első egyetemes zsinatról vannak fontos dokumentumaink, megjegyzéseink, és tudjuk, hogy ugye a témái között szerepelt például a húsvét pontos dátumának a meghatározása, illetve az arianizmusnak a cáfolata, hogy az Arius volt az a ellenek tévtanító, aki kétségbe vonta Krisztus istenségét, és tény az, hogy ugye a Nicea-i hitvallás is kihangsúlyozza, hogy születetlen nem teremtmény az atyával egy lényegű, de ezt nem a második Nicea, vagyis a Nicea-i zsinat találta ki, hanem ezt mindig is így hitték és vallották a keresztények, de elég csak beleolvasni alaposan az evangéliumban, és utána nézni annak, hogy maga Jézus Krisztus az, aki ugye állítja a saját istenségét. Például, amikor azt mondja, ugye, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy amikor ugye azzal vádolják őt, hogy te Istenni akarod tenni magadat, azért üldözünk téged, mert ebben létedben Istenni teszed magadat. És ugye Jézus Krisztus nem válaszol egy szóval sem, hogy ez nem igaz, én sohasem mondtam ilyet, hanem hallgatólagosan ezt elfogadja.
Vagy nézzük csak, amikor ugye Tamás apostolnak megjelenik a föltámadt Krisztus, húsvét utáni 8. napon, és ugye mit mond Tamás, hogyan vallja meg a hitét, én Uram is, én Istenem. És Jézus Krisztus egy szóval sem mondja, hogy nincs igazad, húzzol Tamás, én csak egy ember vagyok, hanem elfogadja ezt a hitvallást. Vagy például, hogy a keresztények kezdettől fogva vallották Krisztus istenségét, nézzük csak a János evangélium bevezetőjét, a híres prológust, amit ugye a most a mise végén is olvasunk. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát, hogy az ige a logosz, aki Jézus Krisztus, az Isten volt, és Istennél volt, de ő maga is Isten volt. Vagy a Filippiekhez írt levél Szent Pál apostoltól, aki azt mondja abban a csodálatos himnuszban, hogy Jézus Krisztus az ő Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, és olyan lett, mint egy ember, hasonlóvá lett, és engedelmes lett egészen a halálig. De az, hogy Isten való egyenlőségéről beszél, tehát mint tényről, hogy Jézus Krisztus egyenlő az Istennel. Honnan tudjuk azt, hogy a keresztények nagy Konstantin előtt is vallották, hogy Jézus valóságos Isten? Hát nézzük az egyházatjákat. Például Krisztus után 170-ben Antiochiai Szent Ignác, Antiochia püspöke, akit ugye kereszt, vagyis halálra ítélnek, és Rómába küldték, hogy a vadállatok elé dobják, és útközben 7 levelet írt különféle közösségeknek, ahol mindenkit levélben bizonyságot tesz arról, hogy ő azért hal meg, mert Jézus Krisztus Istennek vallja. Tehát egy szavába került volna, hogy azt mondja, hogy bocsánat, én csak vicceltem, mert sohasem gondoltam komolyan, nem hiszünk ilyenekbe, és megmentette volna az életét, de nem tette, hanem érdemesnek találta ezt az igazságot arra, hogy méltanul legyen érte. Vagy nézzük a kereszténységtől független forrásainkat, több is van belőlük, de például az egyik ifjabb Linnius, vitiniai helyrajtó, aki ír ugye a császárnak, és kérdezi, hogy hogyan is kell bánni a keresztények szektájával. Ez Krisztus után 112-ben van, és mellesleg megjegyzi, hogy a keresztények azok, akik titkos helyeken gyülekeznek, és váltakozban karban énekelnek az Istenüknek, akit ugye Krisztusnak neveznek. Tehát vallja, ezek a keresztények 112-ben ugye az Isten tiszteleteiken Krisztus Istenként dicsőítik, és ezt egy pogány is tudja, és ugye megírja a császárnak. Tehát semmi kétség afelől, hogy Krisztus istenségének a tanítása eredeti, valóban Jézusra visszavezethető, és nem Nagy Konstantinnak a politikai játékához tartozik. Aztán ugye ezekről a gnosztikus evangéliumokról azt is tudni kell, hogy az ő számukra Jézus Krisztus esetleges házasságának a gondolata az egy abszolút szentségtörő és abszolút gusztustalan gondolat volt, hiszen a gnosztikusok, mivel minden anyag rossz és az ördögtől való, ezért a házasságot is úgy ámblok teljes egészében elvetették és az ördögtől valónak tartották. Sőt, kifejezetten volt bennük egy nő ellenesség, mert a nő ugye az, aki az életet hordozza, aki az életet világra szüli. Tehát ugye majd meglátjuk, hogy az egyik ilyen gnosztikus evangéliumban, Tamás evangéliumában, Simon Péter azt mondja, hogy Mária Magdolna menjen el tőlünk, mert a nők nem méltók az életre. Ugye, mert az anyagnak a szolgái. Azáltal, hogy anyám. És erre azt mondja Jézus a Péternek, íme én vezetem őt, hogy férfivá tegyem, és ahhoz az élő lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába. Tehát az, hogy mi voltál, nem üdvözülhet, de a férfivé teszi magát, akkor van rá esélye. Szóval ez a gnosztikusoknak a szemlélete.
És hát hiába mondjuk azt, ugye, hogy, hát, hogy a Dan Brown is ezt sugallja, a gnosztikusok azok egyfajta nagyon emberközeli, nagyon-nagyon földies Jézusról beszélnek, hát ez minden csak nem emberközeli, és érdekes, hogy ezeket a passzusokat sohasem idézi. Aztán például ugye a Fülöp evangélium, az a másik ilyen gnosztikus evangélium, amire hivatkoznak, amely arról beszél, hogy Mária Magdolna Jézus Krisztusnak a társa. És hát arra azt mondja Dan Brown, hogy mindenki tudja, hogy az arámnyelvben a társ az egyenlő a feleséggel. Na most ehhez képest a Fülöp evangélium az nem arámul íródott, hanem koptul, és az is a görögnek a fordítása alapján van. Most a görögben a társ, ebben az esetben koinonos, soha nem jelent házastársat, hanem úti társat. Tehát lehetett volna mondani úgyis, hogy güné, feleség, úgyis, hogy hetelja, szerető, vagy úgyis, hogy páláké, ágyas, de egyiket sem használják ezek közül, hanem koinonosznak mondják, vagy tehát útitársnak, munkatársnak, üzlettársnak is lehet fordítani. Tehát semmiképpen sem állítja, még ez a gnosztikus evangélium sem, hogy ugye feleség lenne. Azonban Dan Brown még azt is idézi a Fülöp evangéliumból, hogy ez a bizonyos, ugye Mária Magdolna csókot is kapott Krisztustól, mégpedig a következőképpen azt mondja, hogy Krisztus hitvese pedig Mária Magdolna, az Úr szerette őt jobban, mint a többi tanítvány, és gyakran megcsókolta őt a száján. A többi tanítvány azt mondta neki, miért szereted őt jobban mindannyiunknál? Tehát ugye ez a, egyébként maga, hogy a száján csókolta, ez nem szerepel az eredeti szövegben, tehát ez a hely elmosódott. De nézzük csak ezt a csókot. Hát a csók ugye általában az ókorban, illetve a biblikus irodalomban nem jelenti azt az intimitást, és azt a testi vonatkozást nincs benne, ami a mi számunkra benne van, hanem a csók az elsősorban a testvériségnek a jele, ugye az Új Szövetségben és az apostoli levelekben van ilyen, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal, ugye a liturgián belül, senki se gondol valamiféle erotikus jelzésről. És a másik dolog, hogy a gnosztikus irodalomban azonban a csók az a tudás átadásának a jele. Tehát arról is beszél, hogy Jézus végig csókolja az összes apostolát, de ezt azzal a szándékkal teszi, hogy ezt a titkos üdvözítő tudást átadja nekik. Szóval semmiképpen sem egyfajta házastársi csókról beszélhetünk. Egyébként a Mária Magdolnáról eléggé, hogy mondjam, sok bizonytalanság él a közkudatban. Ugye azt szokták mondani, hogy egy megtért prostituált, egy bűnös nő, ez vallja a nyugati kereszténység, ugye azonosítja őt azzal az asszonnyal, aki a Lukács evangélium szerint ugye hát egy lakoma közben ugye könnyeivel megmosta, hajával megtörölte és olajjal megkente Jézus lábát, és azt mondja neki az Úr, hogy ugye sok bűnnel megbocsájtatott, mert nagyon szeretett. De érdekes, hogy maga az evangélium nem azonosítja őt Mária Magdolnával. Egyébként több Mária is szerepel, az egyik leggyakoribb név volt ez Jézus korában. Legalább négy Máriát találunk úgy Jézus környezetében, ugye az édesanyját, utána annak a testvérét, Kleofás feleségét, aztán megtaláljuk azt a Máriát, aki Betániában lakott, és testvérei voltak a Lázár és a Márta, és ott van Mária Magdolna. A Magdolna az természetesen nem vezetéknév, vagy ilyen becenév, hanem a származási helyét jelenti, a Magdala nevű helysége, ami Galileában található a Genezáreti tó partján. Tehát megint csak Bendák, hogy a Jeruzsálem közelében van. Ez is jelzi azt, hogy más a Magdala és más a betániai Mária.
Egyébként Magdala egy gazdag hal feldolgozó központ volt, a lakói azok annyira el voltak keveredve a pénzszerzéssel, az üzleti ügyekkel, hogy igen, keveset törődtek a vallással, és hát talán innen is ered ez a gondolat, hogy bűnös volt. Egy másik helyen azonban azt mondja az evangélium, a Márk 16.9-ben, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki Mária Magdolnából. A 7-es ugye a teljességet jelenti, tehát hogy a gonosznak a hatása alatt volt valamiképpen. És Nagy Szent Gergely pápának volt egy prédikációja 591-ből, ahol azt mondta, hogy ez a 7 gonosz lélek valójában a 7 fő bűnt jelenti, és ugye gyönyörű szépen illusztrálja Mária Magdolnának az esete, hogy az a nő, aki teljesen a gonosz hatása alatt volt, aki esetleg ugye bűnös életű is volt, hogyha azonosítjuk a lábmosó Magdol asszonnyal, és ugye most pedig megtért, és Jézus legközelebbi követői közé tartozott. De hát ugye a keleti egyház sohasem vallotta ennek a két Máriának az azonosságát, hanem két különböző személyről beszél, és valószínűleg, hogy nekik van igazuk, hogy ezek különböző személyek, nem azonos a kettő. Ugye nem kell azt gondolni, hogy legyen akár egyházatja valaki, vagy szent is, nem biztos, hogy minden egyes kijelentése és prédikációja tévedhetetlen. Tehát elképzelhető, hogy Nagy Szent Gergely ebben a részletkérdésben éppenséggel tévedett. Lényeg az, amit viszont Magdolnáról tudunk, hogy azok közé, a nők közé tartozott, akik kezdettől fogva ugye Galileából elkísérték az Úr Jézust, akiket az Lukács evangélium szerint a gonosz lélektől és különféle betegségektől megszabadított, és akik vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát elképzelhető, hogy Mária Magdolnának valami vagyona is lehetett, vagy mondjuk özvegyként, vagy például neki is volt valami halfeldolgozó üzemben. Tehát lényeg az, hogy tudta támogatni anyagilag is Krisztust és az ő tanítványi körét. De az viszont érdekes, hogy abban a korban, hogyha ugye pontosítani kell, hogy melyik Máriáról van szó, mert nagyon sokan vannak, akkor általában valamilyen férfihez kötik. Vagy az, hogy kinek a lánya, vagy hogy kinek a felesége. Mária Magdolna esetében egyiket sem találjuk. Tehát, hogyha Jézus felesége lett volna, akkor ezt kimondták volna, hogy Jézus felesége. Tehát ugye azt mondja, hogy akik még ott voltak a kereszt alatt, az például Mária Kleofás felesége, és Zebedeus fiainak anyja, vagy egy másik Johannáról azt mondják, hogy az Kúzának volt a felesége. Tehát Mária Magdolna esetében nem említik, hogy valakinek a felesége lett volna, hanem a származási helyén említik. Tehát ebből is kiderül, hogy egyáltalán nincs a legősibb hagyományban semmi nyoma annak, hogy bármiféle házastársi viszony lett volna köztük. Aztán azzal is érvel Dan Brown, hogy abban az időben elképzelhetetlen volt, hogy egy felnőtt korú férfi, mint Jézus Krisztus nőtlen legyen. Mert ugye a nőtlenséget azt engedjük. Nem csak, hogy természetellenesnek tartották, hanem ugye akinek nincs utódja, az eleve ugye valamiképpen Istentől kitaszított, Istentől ugye megvert embernek számított. Igen, ám csak, hogy megint csak ugye ez az irány, a zsidóságnak csak egyetlen irányzata gondolkodott így. A farizeus irányzat, illetve a szaduceus irányzat is, de nem így az esszénus irányzat. Ugye az esszénusokról már beszéltünk a kumráni tekercsekről, hogy ez egy aszketikus életet élő közösség volt, akik bizony lemondtak a házasságról is, és érdekes, amikor az utolsó vacsoráról beszél az evangélium, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy találjátok meg az utolsó vacsora termint, hogy látok az utcán egy tized hordó embert, egy férfi embert, és őt kövessétek, ahova ő megy, ott lesz majd a terem, ott készítsétek el nekünk a vacsorát.
De most ez nagyon furcsa, mert abban a korban az asszonyoknak a dolga volt a vízhordás, ugye a fejükön hordták a vizet. Tehát, hogyha egy férfit láttak ebben a szerepben, az nagyon föltűnő volt, és furcsa volt. Miért? Azért, mert az az egész város negyed, ahol az utolsó vacsora terve van, az az esszénus negyed volt. És hát, hogyha ugye az esszénusoknak nem volt feleségük, nyilván egyedül kellett hordaniuk a vizet, tehát világos, hogy ez egy esszénus volt. És Jézusnak is nyilván valami kapcsolata volt az esszénusokkal, mivel hogy ott az ő város negyedük és az ő termükben tartott az utolsó vacsorát. És még egy titokra fényderült ez az esszénus történet révén, hogy ugye hogy van az, hogy az utolsó vacsorát, a húsvéti vacsorát Jézus csütörtök este tartja. Hiszen a pászka maga az ünnep szombaton volt. Ugye tudjuk, hogy azért kellett sietni a temetéssel nagy pénteken, hogy nehogy a holttestek a kereszten maradjanak, mert nagy ünnep volt az a szombat. És már este kezdődött, ugye a sötétedésen beállt az ünnep. És arról is tudunk, hogy pénteken, amikor Jézus ugye délután meghal a kereszten, akkor ölik le a templomban a húsvéti bárányokat. Tehát a vacsora, a széder vacsora péntek este volt. És Jézus már csütörtök este megtartotta. Miért? Azért, mert ugye a zsidók, azok általában a hold, a lunális naptár követik, az esszénusok ellenben a szoláris, a naphoz igazodó naptár, és a szoláris naptár szerint a pászka korábbra esett. Tehát ugye az esszénus naptár szerint tartották az utolsó vacsorát, az esszénus negyedben, egy esszénusnak a házában, és nyilvánvaló, hogy tehát Jézusnak is volt valami kapcsolat ezekkel. Ugyanúgy, mint az előfutárának, keresztelő Szent Jánosnak, aki ugye pontosan úgy írják le az ő életét, hogy a pusztában él, böjtölve, ugye durva teleszőrve, sáskát és vadmézet evett, nőtlenül természetesen bezegelve, böjtölve, ez is egy tipikus esszénus életforma volt. És ráadásul még arról is vannak bizonyos utalások, arra is vannak, hogy a nőtlenséget már a Jézus korabeli zsidóság is, tehát legalábbis az esszénus irányzathoz közeli része, a prófétaság velvejárójának tartotta. Tehát aki proféta, ezzel is kifejezi az Istennek és az isteni dolgoknak az elsőségét, hogy lemond a evilági családról és az utódokról. Nos, Köszönöm Mária Magdolnához visszatérve, még egy dologra utal Dan Brown, amikor állítja Jézus és Mária házasságát, ez pedig a következő kép. Leonardo da Vinci utolsó vacsora című képe, ami ugye Milánóban található a Domonkos Kolostor edényében, repertoriumában, és a kép 1495 és 92 között keletkezett. Most ugye a Dan Brown itt is egy picit rosszul tudja, mert ez nem freskó. Tudjuk, a freskót azt ugye nedves falra, nedves vakolatra festik, attól is lesz olyan tartós, hanem ez egy száraz falra festett tempera, ezért is ennyire megrepedezett, és már Leonardo életében is kezdett ugye tönkre menni. Úgyhogy mára azt hiszem, hogy most jelenleg ennél jobb állapotban vannak restaurálták, de lényeg az, hogy egyetlen egy ecset vonása sem az eredeti jelen pillanatban. A kép azonban valóban az eredeti, és azt állítja Dekra, hogy valójában ugye egy probléma van, hogy látjuk az asztalt, tele van mindenféle finom falatokkal, de nincs rajta a kehely, a Szent Grál, amiben ugye hát a szent vér lett volna. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a Jézus jobbján ülő alak, az egy nagyon nőies, hosszú hajú, érdekes alak, aki ugye azonos színű ruhában van, mint Jézus Krisztus, és közöttük ugye egy ilyen V-betűs kihagyás van. Na most azt mondja Dan Brown, hogy ez a
ugye háromszög, ami lefelé mutat, ez a nőiességnek a jele. A fölfelé mutató háromszög a férfiasság, a lefelé mutató háromszög a nőiességnek a jele, és ez azt jelzi, hogy ez az alak, ez nem János apostol ám, hanem ez nem más, mint Mária Magdolna, aki úgy szerepel itt, mint hitves. És ráadásul még az is érdekes, hogy ugye Péter apostol itt van János mellett, és hát egy érdekes mozdulattal megérinti Jánosnak a vállát, de azt mondja a Dendrám, hogy valójában ezt jelzi neki, hogy átrágom a torkodat. Tehát, hogy fenyegeti őt. Miért fenyegeti őt? Azért, Dendrám szerint, mert az igazi Szent Grál, vagyis az, aki hordja Jézus királyi vérét, az a Mária Magdolna, aki a magzatát hordja, ugye Jézusnak a gyermekét, és a Péter apostol féltékeny Mária Magdolnára, mert Jézus Krisztus ő rá bízta az egyház vezetését. Tehát Jézus akaratából nem a péteri primátus, hanem a Mária Magdolnai primátus érvényesül. És ugye ezért jelzi Péter, hogy váltsak, kiteszünk innen a lábunkat, átvágom a torkodat, ugye. Ráadásul van itt még egy titokzatos kéz is az asztal fölött, nagyon nehéz meghatározni, hogy kinek a keze, amiben egy tőr látható. Most ugye hát a magyarázat az, hogy ez a tőr ugye utal arra, hogy Péter, ugye a Getsemáni kertben levágja a szolgának Malmusnak a fülét, de megint csak arra, hogy gondol Dernán, hogy itt is valamiféle gyilkos szándékok irányulnak Mária Magdolna irányában. Hát egyébként szóval elég könnyű belemagyarázni a dolgokat. Lényeg az, hogy ez az ábrázolás egy tipikus 15. századi firenzei ábrázolás, semmi különös nincs benne. Azért hiányzik benne róla a gerely, mert nem az eukarisztia alapítását, hanem Jézus Krisztus, tehát az árulás levetkezését ábrázolja ki. És valójában ugye egy másik vázlaton is, ami szintén Leonardo készített, pontosan le is írta az egyes alakoknak a nevét, és ennél az alaknál egyértelműen azt írta oda maga Leonardo, hogy János. Egyébként, hogyha Mária Magdolna lett volna, akkor furcsa is, hogy hát az összlétszám 13, ugye Jézusra lett, akkor valaki hiányzik. Tehát akkor a maga János, aki a szeretett tanítvány volt, hova lett, miért nem ábrázolta ő is valahol. Ugye itt ráadásul ennek is van egy mondani való, hogy János Péter, és aztán itt van a Júdás is, hogy ezzel ábrázolja Leonardo a Jézushoz való háromfajta hozzáállást. Ugye a Júdás, aki elárulja, a Péter, aki elárulja, de visszatér, mert megbánja a bűnét, és a János, aki sohasem árult el, hiszen mindvégig hűséges marad hozzá. De honnan jön el Leonardo fejébe egy ilyen furcsa ötlet, hogy ő Mária Magdolnát ábrázolja az utolsó vacsora képén. Hát erre is van egy zseniális magyarázat Dernán elképzelésében, ugyanis Leonardo da Vinci egy titkos társaságnak a nagymestere volt, és ezt a titkos társaságot úgy hívják, hogy a Sion rend, vagy Sion priorátus. És hát több nevet is fölsorol ebben a művében, Dan Brown. Azt mondja, hogy például Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Victor Hugo, mindjárt megtalálom, bocsánat, Isaac Newton, ezek mind ugye a Sion rend nagymesterei voltak. Azt állítja Da Vinci, hogy ezt a rendet 1909-ben alapították, mégpedig azzal a céllal, hogy megőrizzék a Szent Grál igazi történetét. Itt is van egy elhibázott nyelvészet, ugye azt mondja, hogy ez a Szent Grál, ezt valójában úgy kell írni, hogy Szent Reál, és hogy ennek az volna a magyarázata, hogy királyi vér. Ugye, tehát a királyi utód, Krisztus utódja. De valójában ugye még a francia alapján is a Reál az nem királyt jelent, hanem a Royal lenne a királyi. Tehát legfeljebb ez egy valóságos vér lehetne. Tehát megint csak egy belemagyarázott ilyen erőltetett nyelvészkedési próbálkozás.
Na most azt mondja, hogy valójában ezt a Sion rendet a templomosok alapították, akik a nagy titoknak, Jézus igazi történetének és leszármazottainak az őrzésével foglalkoztak, és hát onnan szerezték a nagy vagyonokat és a politikai hatalmukat, hogy megzsarolták a katolikus egyházat, hogyha nem fizettek nekünk, akkor elmondjuk a titkot, és nekem végedek, mert elvágjuk, kihúzzuk alulatok a talajt. Na most ugye, és a templomosok feloszlatását is így magyarázza Bernám, hogy ezt megelégelte ugye a pápa és a király szép Fülöp, akik egy szép napon úgy határoztak, hogy akkor kinyírják a teljes templomos rendet, nagymesterestől mindenestől, és ugye azt tudjuk, hogy valóban meg is történt a templomosoknak a betiltása és a sokuknak a kivégzése is, de más okok miatt, tehát nem ez volt az igazi ok. Szóval a Sion rendről pedig azt kell még mondanunk, hogy valójában hogy honnan tud erről Lembrán, hogy volt egy ilyen titkos rend. Hát, hogy 1975-ben a Párizsi Nemzeti Könyvtárban felfedezték ennek a Sion rendnek a titkos dossziéjait, a titkos dokumentumait, ahol pontosan le van írva az eredeti evangéliumoknak a szövege, és tárgyi bizonyítékok ugye Jézus valóságos leszármazásáról. A valóság azonban az, hogy a Sion rend az ténylegesen létezett, de igazából 1956-ban alapította egy Pierre Plantard nevű exaltált és kicsit ötött fiatalember, aki egyúttal saját magát mondta a Sion rend utolsó nagymesterének, és a végén azt is állította, hogy ő valójában a Merovingok utolsó leszármazottja, Jézus Krisztus vérszerinti utódja, akit megillet a francia trón. Hogy magyarázta ezt az egész Merovingok vonalat? Vissza kell térnünk egy picit Mária Magdolnához. Itt van egy középkori dél-francia legenda, ami azt mondja, hogy a zsidók ugye annyira üldözték Mária Magdolnát és családját, hogy föltették őket egy hajóra, és a hajó, mitán Isten, Dél-Franciaország partján kötött ki. Most Mária Magdolna ott megszülte gyermekét, egy leány természetesen, akinek Sára nevet adta, és hogy ez a Sára később ugye áttételesen, tehát több áttétellel végül is ősanyja lett a Merovingoknak, a Meroving család ősatjának, egy Merovek nevű uralkodónak, aki a legenda szerint ugye úgy született, hogy az édes, tehát ez a ősi gal legenda, tehát hogy az édesanyja egy tengeri szörnytől fogan, és ezért lett a Meroving családnak a szimbóluma hal. És akkor itt Dendrán, mert a halba megint beleérti ezt a kereszténységre, Krisztusra való utalást. Tehát lényeg az, hogy a Sára, aki Jézusnak a lánya lett volna, ugye végül is a Meroving dinasztia alapítójának, a Merovingnek a anyja lett volna, és ez is egy kicsit furcsa, hogyha már Jézus lánya nem gondoskodott volna ő arról, hogy megtérítse ezt az ő férjét és az egész nemzetet. A valóság pedig az, hogy Meroveknak az ő unokája, a Klodvig volt az első, ugye frank uralkodó, aki fölvette a kereszténységet a feleségének a biztatására, és csak akkor térnek ugye a frank nép. Tehát megint csak van egy űr, és semmi tárgyi bizonyíték, még legenda sincs arról, hogy bármi módon is a Merovingi család ugye erre a bizonyos Sárára, vagy Jézus Krisztusra ment volna vissza. Egyébként a dél-francia legenda egyáltalán nem beszél arról, hogy Sára Mária Magdolna lánya lett volna, hanem arról beszél, hogy Mária Magdolna egyiptomi szolgálója volt ez a Sára, aki ugye elkísérte Mária Magdolnát a remete életben is, ugyanis Mária Magdolna Dél-Franciaországban 30 éven keresztül élt volna egy barlangban,
vezetőkünk bánok élete. És a sárát a mai napig tisztelik a helyvédi cigányok, tehát egyfajta ilyen védőszertet látnak benne, sötét ábrázatához, sötét bőrrel ábrázolják, tehát mondjuk ez is furcsa lett volna, hogy egy zsidó Jézus és egy zsidó Mária magon a gyermeke élet volna sötét. Tehát egy csomó minden nem stimmel itt ebben a dologban, de így magyarázzák el ezt a merovingi vonalat, és azt mondja ez a Pierre Plantard nevű fiatalember, hogy ő a merovingok utolsó leszármazottja. És hát a valóság azonban az Pierre Plantardról, hogy 1920-ban született Párizsban, eleinte papi pályára készült, azonban később már szakított az egyházzal, különböző ilyen szélsőséges jobboldali csoportokhoz csatlakozott, és több egyszemélyes szervezetet is létrehozott, több sikasztásba, büntényben is belekeveredett. Az egyik rendőrségi jelentés szerint bolond és arcátlan fiatalember, aki úgy próbál fontos személyiségként feltűnni, hogy többé-kevésbé fiktív csoportocskák vezetőjének teszi ki magát. Na most hát ő az, aki 56-ban létrehozta ezt a bizonyos Sion rendet, ezt a titkos társaságot, aminek valószínűleg ő volt az egyetlen tagja, és hivatalosan ugye jótékonysággal foglalkoztak. Rövidesen fel kellett oszlatni a társaságot, mert az alapítót 12 havi büntetésre ítélt, börtönbüntetésre ítélték egy kiskorú elcsábítása miatt. Hát szép Jézus utód mondhatjuk, hogy ilyen dicső karriert futott be. Aztán később ezoterikus témák felé fordult, jósként is szerepelt, és a legvégén 1964-ben már azt állította, hogy valójában ő nem is igazi merovingi utód, hiszen csak egy oldalán leszármazottja az utolsó merovingi királynak, második Dagobertnek, hanem a valóságos merovingi utód és Krisztus utód az nem más, mint Habsburg Otto. Tehát a lotaringiai Habsburg ház valójában a Krisztusnak a vérvonalának a továbbülője. Hát nagyon-nagyon érdekes egy elmélet. Lényeg az, hogy az egész történet Pierre Plantarddal együtt ugye végül is tártalanná vált, aki 2000. február 3-án halt meg Párizsban. Na most, egyébként Da Vinciról is hát tudni kell, hogy a valóság az egyébként úgy kezeli a dendrát, mint hogy ez lenne a vezeték neve, de nem a vezeték neve, hanem ez csak a származási helyét, ugye a Vinci nevű helyet jelzi. Arról beszél Dendrá, hogy Da Vinci egy kicsapongó homoszexuális volt, aki ugye nagyon fényűző életet élt, hogy rendkívül produktív festő volt, több száz festménye volt, amelyeket a Vatikán számára készített, és hogy természetesen ennek a Sion rendnek is a vezetője volt, ugye. A valóság az, hogy kicsapongó homoszexuális lett volna, nem tudjuk, nagyon kevés alatt maradt fenn a magánéletéről. Azt tudjuk, hogy hívő, ha nem is volt nagyon buzgó vallásos ember, de katolikus volt mindvégig, halálos ágyán kérte a szentségeket, katolikus temetést kért is kapott. Annyira nem volt produktív festő, mindössze 17 vagy 18 befejezett képét ismerjük, és amiben ő igazán nagy volt, azok a különböző technikai leleményes megoldások. Valójában a 10. Leó pápa őt azért alkalmazta, hogy a Róma környéki mocsarakat lecsapolja, és hát erről nagyon sok szép és ügyes vázlatot készített. Ezeknek nagyon praktikus haszna is volt, de a festészetben kevesebbet alkotott. Ugye, hát ott van még ez a leghíresebb festmény, a Mona Lisa, amiben ugye megint csak spekulálnak, hogy ez lehet, hogy maga Leonardo valójában egy nőiesített formában, vagy egyesek azt is fölvetik, hogy ez valójában egy ilyen androgűn, tehát férfi-nő alak, valójában, hogy a Isis is Amon női és férfi istenneveknek az anagrammája.
a történeti valóság valójában az, hogy, és ezt az egyik segédben is megírta, hogy egy valóságos őrön készült, aki ugye Lázsokondá az eredeti nevnek a festménynek, egy helyi sejjel kereskedő felesége, aki valóban létezett, és itt sem kell valamiféle titkos üzenetet keresnünk. Arról is beszél Debra, hogy a Leonardo nagy alkimikus volt, meg ilyen ezoterikus nagymester. Valójában Leonardo világosan elutasította az alkimiát és az ezoterikát, ezt az együgyű tömeget megtévesztési eszközének tartotta, és azt se tudjuk, hogy bármiféle titkos társaságnak lett volna a tagja. A képen pedig megmagyaráztuk, hogy valójában ez a fenyegetőnek mondott mozdulat is, ez nem azt jelenti, hogy lefejezlek, hanem ugye az a mozdulat, amikor Péter megkérdezi Jánostól, mert ő volt közele, ő nyugodott Jézus kedvén, hogy kiről mondja, hogy elárul engem, kérdeznek tőle, tehát a vállát megérinti és fölteszi neki ezt a kérdést. No, szóval ilyen dolgokról van itt szó, és azt mondhatjuk, hogy mégiscsak ez a Dan Brown ugye arra számít, hogy az emberek azonnal ugye ráugranak az összeesküvés elméletekre, hogy azonnal ugye fölcsigázza az érdeklődésüket, a szokatlan, a botrányos állítás, és nem járnak utána a tényeknek. Hát ezek mind olyan tények, amikről semmiféle misztikus, titokzatos rejtett dolog nincs bennük, mindenki utána járnak, és lényeg az, hogy mi keresztények különösen is ne legyünk ilyen naivak, ilyen hiszékenyek, ne keressük ugye mindig a szenzációt és az újdonságot, hanem tényleg járjunk utána a dolgoknak, és mindenek előtt pedig bízunk abban, hogy a mi hitünk az biztos forrásokra jutszik, és hogy az a kép, amit az evangélium és az egyházi hagyomány elégítés Jézus Krisztusról, hogy az a legfitelesebb, hiszen a legősibb, és ez olyan, mintát, akik valóban ismerték személyesen és a tanítványok voltak, és akik mindig ugye meg is őrizték ezeket az igazságokat. Tény az, hogy Jézusnak valóban volt felesége, ez maga az anyaszentegyház, hogy Jézus Krisztusnak valóban ugye vannak, ahogy tetszik, utódjai, mert hiszen ugye azt mondja, hogy ki az én anyám, ki az én testvéreim, hát azok, akik Isten szavát hallgatják és befogadják, azok az én családom, tehát az anyaszentegyház Jézus Krisztusnak a családja, és hát Jézus vére is megmaradt számunkra, ott van az oltári szentségben, bármikor az oltáron megelhetjük, tehát nem kell valamiféle titkos szent grálot után mutatni, hanem a egyszerű valóság az igaz, hogy tehát az evangélium Jézusát és ne a fantázia Jézusát kövessük. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyjából most egy kicsit ugye kevés volt az időm, és több forrás volt, ennyit próbáltam prezentálni, nagyon szépen köszönöm.